A mostani videóban el szeretnék készíteni, igen, mi is szeretnék elkészíteni, gyümölcs tortalap piskoltát. Mert egyszer elkészítette a gyümölcs tortát, de akkor még nem volt ilyen, ami most bennem van. Most bennem van az a tortalap tepsi, akkor nem is tudom, minek ilyen más lenne, most nem jut eszembe. Akkor nem volt ilyen tepsi, és most megpróbál elkészíteni. Lehet, de nem, ez se igazi, ez már nincsen mélyetés, de minden megpróbál majd megoldást kitalálni. De most akkor nem próbál elkészíteni a tepsi. Na akkor mi? Igen, meg a kéték az, hogy közben mélyem is ki a, ami hozzávalókkal. Hát én sajnos ezt nem tudom megtenni. Sajnos ennek a sokkal rossz alkalmai is vannak. Mi akkor ötöbb elég ötlen, hogy reklámozok. Nem mell megtenni, kimérni. Sajnos szeretem a minden részletesen, teljesen be szeretném mutatni, de sajnos azt nem tudom megtenni. Rosszak, hogy rosszak, ikkel viselem sépsapka, azaz nem baj legyen, rosszak, hogy nem feljelhessenek, pedig biztos rá fog, nem minden. Akkor szerintem menjünk is tovább. Sajnos azt nem tudom megtenni, hogy kimérjem, de nagyon szeretném bemutatni részletesen. Akkor minden, el is mondom, mi ez a hozzávalók. Most azt a tortát és a videót kinek csinálom igazából. Egy nagyon kedves rögismerőse, nem is ismerő, több mint egy ismerős, egy nagyon kedves barátnőmnek készítem ezt a videót, meg a tortát, mert a kedves barátom most volt barátnőmnek, most volt a születésnap alkalmából, készítem neki ezt a gyümölcs tortát. De végül fel, mikor vége fel, el is mondom, hogy ki az a barátnőm. Pontosabban ki az a kedves barátom, aki ezt a tortát készítene. Akkor először is kezdjük a tojásfehérjével. Tojásfehérje, 4 darab tojásfehérje. 140 gram liszt. Kristálycukor, 140 gram, akkor 4 tojássárgája, és végül olvasztott vaj, de nem legyen forró, hideg legyen. Ez 100 gram. Ezek a hozzávalói. Hát igen, térjük vissza oda, hogy igen, én is szeretném mit bemutatni, hogy lássa más is. De most azt kimélyen bemutatom. Csomagolásra játszik a termék megjelenítés. Igaz, hogy én nem, termékek nem kópiz, nem produkciós terméke, nem fizetős terméke, de sok ember nem úgy veszi. Nagyon szeretném bemutatni, sajnos nem tudom bemutatni. Akkor mindjárt kezdünk a sajnos habfelveléssel. Félig felvelünk a habot, utána tesszük be a cukrot, de minden el is kezdjük. Igen, cukrot is előre készített, itt a tojás, vagy tojásfehérje. Sütőt bemelegítettem, elkezdte bemelegíteni, és akkor jól esetleségre felvel a tojás habot. Ja, már cukrot be is tettem. 14 akar, 100 gram cukrot már be is tettem. Ez most elfelejtett videó, nem tudtam elindítani, de minden most már elindítom.
hogy jó keményen fel kell lelni. Nagyon keményen fel kell válni. Shutterstock Music. Már nem jó. Hullat, nem borult ki, fel is lett fordítva, és megbalt. Akkor jónak kell lenni. Ja. Akkor igen, akkor beletesszük a tolásságra, nem tudom, disztetként előbbet, vagy tolásságra, én már nem is tudom. Na mint akkor itt már kisebb fogozatba kacsol. Most akkor beletesszük a lisztet, azt is óvatosan. Ez 100. Nem túl jó kis szemessége. Akkor most beleteszem a vat, akkor azt hiszem volt cukot tettük be, tolás, lisztet, és akkor, vagyis tolásságát tettük, és akkor most liszt után jön a vaj. Hideg, olvasztott vaj. Nem meg. Azt is így olvasztottam.
între ușe. Most itt van az a... Igen, ami Tamás Tániától kaptam. Forma. Hogy is ilyen forma? Most beletem a tésztát abba a formázóba. Piskóta forma, toltala formázóba. Tániától köszönöm ezt a formázólapot. Na akkor. Akkor szép lassan beletesszük a tésztát. Hát remélem be fog félni. Hát ezt is elmondanám egy félképpen elkészíteni. Én nem teszem el sütőpot, valaki szokott beletenni. Tényleg jó kis kanál, az is valaki egy jamokótól kaptam. Köszönöm neki, nem tudok kitől. Na jó, akkor tésztát egyenlítjük. Egyenletes legyen. Szerintem jó is lesz. Na akkor, leállítva a gép, elő lett melegítve, előmelegítés megvolt, akkor betesszük a piskoltát, 180 fokra. És akkor teljük légyhűtéses, és a 20 perc is sütött. 20 percre beállítottuk. A 4 perc telt el. Úgy látom, mert több mint 10 perc eltelt, a tényleg 20 perc kell neki. Úgy látom, az helyen jól néz ki a tészta. De mint a közben is mosogattam. Akkor tényleg jól látom, 20 perc kell neki. Igazán jó tészta. Nem tudom, mondtam, 180 fokon kell sütni. Na, az ki is kapcsolt. Nem kicsit túl nagyon. Többet tettem, hogy 190 fokra tettem, az 200, nem tudom. Na jó, most jött el időm. Itt a hőálló kezdő, remélem nem biztosok kell, remélem ez a kiszedő elég lesz. Elég forró. Nem lesz elég. Nem lesz elég. Kell a hőálló kezdő. És így a fájra tesszük. És megvárni, hogy kihűljön. Hát idő múlva már visszajön. Hullat elég jól sikerült a piskolta. Hát még kicsit legyakorolni kell. Nem 190 fokra kellett volna állítani, teljesen 190 fokra állítottam. Hát mindegy, tanulni kell. Akkor meg kell várni, hogy kihűljön. Ja, szaga egészen jó. De különösen elmondanám, hogy a tészta nem drágább, szerintem nem drágább megvenni.
Én nekem nem került olcsóban, ez is benne volt, ugye, hogy 500 forint, kb. Azt hiszem, 500 forintért lehet venni a Piskolta lapot. De minden megcsináltunk, akkor Daniának köszönöm, hát akkor le, minden megpróbál feldíszíteni, mert én most nem akartam gyümölcsökkel feltenni, de akkor már később én visszajövök. Na igen, nagyjából kihűlt, akkor keresni kell a tárlét. Jó, és lefényképeztem már, igaz? Nem mindegy. Mindegy tesz a tárgyalapra. Na, az jó is lesz. Nagyon jó lett volna, lett volna a kis perme, nem mindegy. Ez így sikerült. Hát nem megpróbál gyümölcsön rátenni. Na jó, akkor megvan a Piskolta. A Piskolta fog kellene akkor puding is. Igen, spudinkot szeretném most elkészíteni, de most kevesebb tejből, most minden fel is, minden össze is keverem, és utána teszem is fel a gázra. Nem tudom, milyen lesz, aki hofos sikerül a készítése, remélem a kedves barátnőnek tudom örömet szerezni. Na, akkor kezdjük is a következőt. Hát most sokkal kevesebb tejet teszem be. Én úgy gondolom, hogy a tejet hideg tejbe keverem össze a pudingpót. Már tényleg, hogy már sűrűbb lesz, már sokkal sűrűbb fog lenni, már 2 decire, vagyis 200 ml kevesebbet tettem. Használt utasítás szerint akkor fél liter tej kellett volna. Nem így, de most akkor össze is keverem a pót. Vagy pontosan pudingpor, vagyis kukoricakeményítő. Akkor rakjuk fogózat a hívnak szóra az a túl. És utána teszem is fel. Hoppa. Itt biztos elcsobom, mert esre. Akkor szerintem attól lehet cukrosít kell lehet tenni. Lehet, hogy amikor melegebb akkor teszem le. Akkor mindjárt el is megyük a gázhoz. Csak hozom fakanalat. Állíts a gáz a lengyelgyobbra. És tehetem is fel. Már túl kicsi lesz ez a leállás. Gyere, hozzon a hőleálló kesztyűt. Ja? Hőleálló kesztyűt, igen. A folyamatosan keverjük. Biztos jó sűrű lesz. Rendben sűrű lesz. És jól lesz elmosni. Túl nagy vágó, lehet, füle forró lesz. De minden itt jó áll a kesztyű. De minden megkeresem a másikat. Itt van a másik is. De ez a három kanál cukot, oda lehet adni, igaz, termékben mutatva elfelejtettem elmondani. Nem minden. Akkor 3 decit tej volt. Egy pudingból, sokkal kevesebbet teszek hozzá. Cukor 3 kanál, előkanál. Sajnos elfelejtettem hozzávalóban elmondani. De biztos, hogy a pudingot mindenki készített már.
L'apro, me lo gasso e io me la dico. Ma che è la soluzione mia? Conosco le soluzioni, io come voli che è. La lunga storta che tengo ma... Oppa, adesso ho trovato tutti i temi. Che hai da qui a orchestra? Te li hai uscito in letto. Che va a te lo girato, vedi te uno e ha un detti. Sei da io un slesma. E è stata. Devo scegliere il gas all'inizio scegliere. Dica, io ho sentito l'orchestra, ma mi dice un mito ruolo a me con me. És akkor itt van az a deszka, ha mégis nem szeretném megégetni a PVC-t, a deszka sokkal szigetel. Akkor minden a spudékon rákennem a piskottára. Hát sajnos elfelejtette a hozzávalókra elmondani, a spudék miből, milyen hozzávaló. Hát nem tudom, nagyon egyszerűen azt, hogy a spudékon mindenki csinált, a háromhoz kell hozzá, tej, pudipul i cukor, máš nem kell hozzá. Na minden, akkor minden rá is kell a piskoltára. Hát őszintén megmondom, hogy ilyen nem csináltam még. Na minden meg kell próbálni. Na minden út is itt a evőkona, viszont minden el is indítom. Na most van a simítás. Lehet van kicsi nehéz lesz. Jó sűrű lett. Ez még nagyon van érzékem. Túl látom, hogy mit a pudik rá fog menni. Van mit a pudik. Összön annyira így lesz. De tényleg jó sűrű lett. Egyébként jó lesz, minden hozzuk a gyümölcsöt, rátesszük. Hát itt van három fáca a gyümölcs. Én most nem is, hát én nem is csinálom, nem csinálom, milyen hozzávaló, akkor így elkezdek díszíteni. Nem tudom, menni kell hozzá,
milyen mennyiség. Hát ott fog sikerülni, nem tudom. És akkor kezdve először agyanásza. Fogadóan mindenképpen főznünk kell. Főznünk kell. Zsaratin. A zselme. Tóta zselét. Akkor folytatom balasztra. Ezek közt egy kis megy is. Kimarkozott megy. Balaszk. Nem tudom, lehet volna, nem megengedi a pudi kiúrról. Na már minden úgyis zsáni lesz, hogy zsáni. Az lehet, hogy nem szép lett a díszítése. Na mindegy, úgy szeretem, ha szép legyen. Na, akkor mindjárt csinálom is. Na, így. Hát, szebb is lehetett volna. Na, most már kérdés, hogy a tóta zselét kell elkészíteni. Igen, Spudiknak elfelejtette elmondani a hozzávalóit. De most a zselének el fogom mondani, mi való hozzá, mi kell hozzá. A gyümölcse nem volt étel elmondani, mert ezt nem tudta, menni kell hozzá. És akkor ki tudta, hogy hogy fog sikerülni. Na akkor a tóta zselének elmondani a hozzávalóit. Tóta zselék, csomag. Kristálycukor, három előkanálval. Akkor víz, igen, 250 ml. Borosz gyümölcslé, 125 ml. Hát igen, ugyanaz a fazék. Azért beöntsük a vizet, ha beöntöm, és akkor beteszem a torta zselépot. És így csomagmentesen el kell a hideg vízbe. Mert úgy látom, maga a zselé is elég csomós. Látni is kell. De jó, hogy van dolog, ami összeállt benne. Hát én elbe is teszem a kis tárcukrot, ne tegyem.
Még mindig van egy kis dolog benne. Remélem, hogy így keveredtem. Tudom, hogy nem nagyon láttok. De mindegy. Be is zsúltam a gázt. Felteszem a gázzal. Hőálló keszült kéznél legyen. Közben nem állt ka valami. Azt hiszem, hogy nincs benne csomó. Na azt hiszem, maximum volt gáz. Na, de én nem ember. Jó, megállítom a videót. Szerintem eltelt néhány pár perc. Én beleteszem a cukrot, lehet kohányi volna. Ha ulan kezd fölni. Látod, cukor is kezd olvadni. Szerintem én beleteszem a üdítőt is. A rosszkos üdítőt. Főállok kereszt, hogy jobban kéznél van. Jó van, vissza lehet igazítani. Kezd már zsáj is enni. De szerintem nem álltál a tartályra tenni, alacsó fokozatba. Ezzel is elhozunk ezt. Hát akkor szépen óvatosan epolba ráműteni, hőálló kesztyűbe. Nagyon fogva nem kéne. Attól félte a túlcsolók. Na mindjárt kicsit várok. Hát nem semmi, most azt meg kell válni, kihűljön. És utána ráüteni. Most olvastam a... Hát csak mellé fog forni. Na minden, várok, hogy kihűljön. Hát én elmegyek, szerkeztem a videó, megvédő videókat megszerkeztem. Utána bele kell tenni a hűtőbe, azt neki veszem a munka. Na jó, ha azt hiszem, egy óra elmentem, megvártam kiül a zsellé, a másik nem tudom rákenni. Akkor mi minden megpróbálom rákenni. Igaz, most nem szeretném megmelegíteni, de nem jó, kenhető. Lehet, hogy mégis meg kell melegíteni. De minden, milyen nincsen perbe a tortána, az egy jobb hossz, hogy megvan. Hogy zsel és anyag kihűlt, és kicsit keményebb. És kenhető, nem túl nap folyik el. Na, a húzás kezdtök tenni.
tako na rigorzitu. Choklet. Hoppa. Jó. Igen, most már láttad a totál zselé, az valahol mégis elfogt, vagy nem nagyon. Mert meg kellett várnom az, hogy megkösső, igen, becsomósodva, vagy nem becsomósodva, hogy lehetek kenni, nem szeretem szívfolna. De most mégis más nem tudom csinálni. Most itt van 22 óra 10 perc. Most beviszem a hűtőbe. Nem a mély hűtőbe teszem, beteszem a rendes hűtőbe, nem a mély hűtőbe. Viszem a hűtőbe. Hát remélem, hogy holnap lesz a kóstoló, remélem, hogy holnap fel tudok kelni. Megnézem a videókat, megpróbál megszerkeszteni. És holnap lesz a köszöntő és a kóstoló. Nagy nehezen elkészült a tóta. Nem volt olyan egyszerű, piskoltátni soha nem sütötte, vagyis az is hiába, hogy húsvére sütöttem egy piskoltát, igaz, az nem tóta, gyümölcs tóta volt. Nem is tudtam, hogy létezik gyümölcs tóta. Jó, már egyszer vettem gyümölcs tóta lapot, megcsináltam Tamás Dánielnek, születésnap alkalmából. Megcsináltam. Hát akkor szerintem, ahol elmondtam már egyszerűen, és nem sokkal olcsóbb házzal megcsinálni, csak én szerintem a házzal biztos jobb lesz. Na minden megkóstolom. De minden mielőtt tovább menni, mi is kinek csináltam azt a videóval, kinek csináltam azt a tortát. Persze a videó mindenkinek csináltam. Tehát a föl a tortát kinek is csináltam. Igen, ma nekem van angol barátnőm, aki Angliában él. Csettel szoktam kapcsolatot tartani, ilyen hangüzletet szoktuk küldeni egymásra. Hát igen, személyesen mi nem találkoztam valamit, most itt a Covid vírus, nem fog tudni, hogy fog kijutni Angliába, biztos, hát mi nekem lehetné. Egyébként most ez a koronavírus itt van, hogy mindenki tönketesz. Na mindegy. Most van neki a születésnap alkalmában nagyon sok boldog születésnapot kívánom. Én ehhez Zoltán. Videó info kötőle egyet. Kedves Katisa, nagyon sok boldog születésnapot kívánok. Akkor most megpróbálom elmondani angolul. Még tudom, angol kiejtése, angol beszélte nem tökéletes, de most nincs itt olyan javítani, fogadásra menni kell tovább. De azt a anyagot többször meg kell vágni. Most megállít a videó, mert nem tökélet, nem tudom házszokkel ezt az angol szöveget elmondani, és utána megtartom a kóstolót. Most angol megpróbálom elmondani. Happy birthday to you, Marty Rockleason! Hát lehet, hogy nem tökéletes, de most a fogadásra nincs időm jobban megtanulni. Mert én most egész 12 óra után délben, most itt van már 2-3 óra hossza. Jó hosszú, minden ilyen 3 óra van. Jó hosszú idő, sok idő kell egy tóta elkészítésére. Tehát minden angol barátnőmnek megtettem. Megírta, hogy piskoltát is elkészítettem.
Milyen elkezdtünk vágni a tortát, ez a kés éteres a forró vízbe megbántani, hogy könnyebb legyen vágni a tortát. És mondta, minden vágóan tolta, és megtartó a kóstolót. Lehet most az a videó is megint hosszú lesz. Én nem tudom rövid videókat csinálni. Nem tudom a videókat csinálni, hát két perc, nincs két perces videó, és akkor nem lehet semmit tanulni, abban nem értem sem. Én olyan videókat nem tudok csinálni. Az sem a legjobb, nem tudom elküldeni angol barátnőmnek. Vagy senkinek nem tudom most elküldeni. Mert élelmiszer nem az egyszerű. Elpostázni, vagy gyorsan romlognak. Azt mondom, hogy ha be van a kés, nem a régen forró vízben mártva, sokkal könnyebb vágni. És jó, hogy ilyen kanált is beszerezni. Hoppa, nem így akartam, de mindegy. Hát azért nagyon nem így akartam. De úgyis villám eszem meg, mindegy. Úgyis villám fogyasztom. Na most a kóstolás. Ez a videó most nagyon jól éreztem magam. Most az a videó tényleg nagyon jó volt mindenkinek. Örömmel csináltak a videó bárkinek. Igaz, hogy születésnapi tortát az angol barátnőmnek csináltam, de már elküldtek, nem tudom, akkor legalább videót tudtam megcsinálni. Na minden, akkor én azt hiszem, az a piskolta jobb lesz, mint a bóti szerintem. Már egy biztos sok fish. Jó, most elmegyek a számítáj, és mindjárt vissza is jövök. Hát úrlatom, most megint gépet kell cserélni. Hát sajnos gépet kellett cserélni. Általában gépet szoktam fogadni. Legtöbbször három, vagy legtöbbször kettővel, de valamikor hárommal. A kóstoló megvolt, én szerintem az a piskolt a házilag érdemes elkészíteni, csak jobb ízzel van, csak jobb elvúlva megízesítve, amit csináljuk. Mert mi az a gyümölcs is, most nem akartam tenni, igen, nem akartam pudikozzá tenni, de jól mondta az angol barátnok Kátyi is, hogy tegyek rá pudikot. Igen, akkor tényleg
Puddig nagyon jó éjszakot, mert ez három kombináció, a gyümölcs is, ananász, meg igaz, egyben nem volt kimagválva, ulatom magozó átmet, nem minden előfordul, akkor mert az a baraszt is jó volt. Ulatom kicsit zsárja, kicsit gyakorolnom kell, és puddig főzni a somet, hát én most már nem is tudom, mit tudom mondani. Remélem tudtam abban segíteni, a rövid videóban, nem tudom, bízok benne, kedvük lesz, megpróbálok azt a tortasütést, igaz, hogy nagy munka, de sajnos sokkal előkészületve, mert meg kell várni, kihűljön a tészta, a piskolta, mert meg kell várni, hogy kihűljön a zselatin, zseli. Na minden, akkor nem tudom, remélem tudtam a rövid videóban segíteni. Akkor nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmüket, tovább is minden jót kívánok, Erez Zoltán, a Videó Info kötőre ettől. Hello, sziasztok!